ember megtanulja, hogy itt bent valami több van, mint amit mi élünk, és ez a valami több, ez megismerhető, bárha ismeretlen, de nem megismerhetetlen. És megérteni igaz, hogy nem lehet, de megszeretni nagyon lehet, és a szeretet az mindent tud közvetíteni. Hogyha csak az értelmünkkel nézzük Istent, akkor ő egy úr, mi meg egy semmi vagyunk. Egy szolga, egy hangya, egy akármi, és úgy érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk. Ha meditálni kezdünk, akkor megérzünk bent magunkban, szívünkben egy-két olyan dolgot, ami tudjuk, hogy hozzátartozik. És akkor már nem úgy érezzük, hogy mi a szolgák vagyunk, vagy a kiközösítettek, hanem úgy érezzük, hogy mi Isten gyermeke vagyunk. És mint Isten gyermeke, az már egy egészen más viszony Istennel, mert ugye a gyermek birtokolja, ami az apjáé, ha akarja, ha nem, ez egy feltétele a gyerekségnek. Aztán, ha mélyebbre megyünk és elkezdjük magunkba keresni az igazi énünket, akkor fogunk rájönni arra, hogy tulajdonképpen mi, akik emberek vagyunk, nem mások vagyunk, mint neki a végrehajtó ereje. És ez egy érdekes dolog, mert ugye Istent mi nem úgy fogjuk fel, illetve mi egy abszolút valamilyen lényben hiszünk a tradícióból, a hagyományból, ahol ő valahol van, nem lehet tudni hol, és mi itt vagyunk a Földön. Ez az abszolút Isten, ez tény, hogy van valahol, és ő nem az idő, meg a térben van benne, és mi abban vagyunk benne, de mégis valahol megvan a kapcsolat. És ez a kapcsolat a legizgalmasabb tulajdonképpen a mi életünkben, és a legnagyobb titok is. Mert a születés, meg a halál az élet két nagy titka. Honnan jövök, és hová megyek? Az, hogy itt mit csinálok, azt látom nagyjából. Na és ez a kapcsolat tulajdonképpen a közti létünk, a születés előtt, meg a halál utáni létünk, ez, ahol összekapcsolódik valahol az a valaki, aki én valójában vagyok. Mi egy lelki lény vagyunk. Mi nem egy test vagyunk. Mi mondjuk, hogy ez az én kezem, az én testem, az én lábam, az én fejem, az én gondolatom, az én érzésem. De az az én. Ki az én? Ki az én, aki ezt ma állítja és mondja? És birtokának tekinti a testet, de mégsem mondja, hogy én a test vagyok. És ez az én tulajdonképpen a célja az Isten keresésnek. Ez az én a célja az emberi létnek. És hogyha ezt elkezdjük kutatni, meg kezdünk menni utána, akkor nagyon érdekes dolgokra jövünk rá, szabályokra jövünk rá, rájövünk olyan dolgokra, amivel meg tudjuk a külső életünket változtatni. A probléma ott van, hogy mi az Isten létet egy vallás fogalomnak, egy valami távolinak, nem gyakorlati valaminek tekintjük. És ez a fő hiba. Itt az élet tulajdonképpen csak erről az egyről szól. És semmi másról nem szól az élet, mint az Isten keresésről. Az önmagunk felfedezéséről. Isten nem lehet megtalálni kint, templomokba, vallásokba, bárhol. Isten csak belülről lehet kibontani. És az már eleve adott benne. Ezért
tulajdonképpen ez az egész életfelfogás, amikor magamba tekintek Istenre, egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Azért izgalmas, mert rájövök, hogy bennem olyan erők vannak, olyan képességek vannak, amelyeket én, ha előkezdek venni, akkor azok csodásan működnek. Ha elkezdem hinni a hihetetlent, ha elkezdem egyszerűen hitemmel követni azt, ami ma még nem tudás, akkor az tudásá válik. Itt van egy érdekes dolog, ami bennünk van. Bennünk van egy teremtő erő. Mi mindjárt képesek vagyunk valamit létrehozni, valamit megtenni tudatosan és tudattal. Ez az ember. Az ember teremtetett arra, hogy teremtsen. A teremtő nem teremt önmagából semmit, ami nem tud teremteni. És amit az ember teremt, az is a teremtőjé. Az is abból jött. Tehát tulajdonképpen a teremtő minket egy eszköznek használ, mint ember, akinek van teremtő ereje. Nekünk ezzel egy nagy problémánk van. Megmondom miért. Mert amikor mi teremtünk, valamit létrehozunk, valamit kifejezünk, alkotunk, cselekszünk, vagy bármi legyen az, mi nem vagyunk megelégedve azzal. Mert rögtön bennünk feltámad a kritika. És azt mondja, ez nem tökéletes. Bennünk akkora nagy a nyomás belülről a tökéletesség fele, hogy elutasítjuk azt, akik mi vagyunk, és azt, amit mi tudunk teremteni jelen pillanatban. Tehát bennünk nem csak a teremtő erő van, hanem a kritika erő is. És ez a kritika erő tulajdonképpen elnyomja a teremtési folyamatot, elnyomja azt a lehetőséget, hogy mi többé váljunk, hogy mi többek legyünk, hogy a tökéletesség fele nőjünk, és nőjünk, és nőjünk. Ez a kritikáló lény bennünk, ez tulajdonképpen egy részünk. Az embernek több része van. Van egy teste, van egy életereje, egy vitális lénye, van egy értelme, van egy szíve, és ugye van a lélek. Maga a teremtő, maga a lényege az egésznek. Ez a kritikáló részünk, ez a mi vitális lényünk. A mi sötét, erőszakos, mindent uralni kívánó, és add meg Uram, most te most rögtön, fellépő emberi részünk. Ez tulajdonképpen az a részünk, amely nélkül mi, mint biológiai lények nem tudnánk lenni. Mi mindjárt ugye egy állati testben élünk. Egy emlős állat vagyunk. És ennek kell egy állati erő, a vitális lény, ami őt élteti. Egy lényünk van, amely harcol azért, hogy túléljünk, hogy levegőhöz jussunk, hogy ételhez, táplálékhoz jussunk, hogy szaporodjunk, hogy túlmenjünk az elmúláson. És ez a vitális lényünk, ez egy harcos gyerek. Ez harcol. Harcol másokkal, kritizál egyvégben másokat és az egész világot. De kritizálja saját magát. És a mi fő problémánk az önkritikánk. Ha másokat kritizálunk, elássuk magunkat. De amikor magunknak kritizáljuk, és magunkat kritizáljuk, akkor tulajdonképpen beleesünk a szakadékba. Minden alkalommal, amikor valamit teremtünk, és azt megkritizáljuk, mert nem tökéletes és nem jó, minden alkalommal leáll tulajdonképpen a fejlődésünk. Nézd meg, mi az a rész benned,
ami nem engedi, hogy tovább menjél. Van valami benned, ami nem engedi, hogy a jóságba nőjél. Hogyha felfedezted azt, hogy egy belső életet folytass, kezdjél el meditálni, kezdjél el valami spirituális életmódot folytatni, vagy jobbá válni, akkor az egy pár nap után, vagy hetek után egyszer csak valami elveszi a kedvedet. És ott vagy, és nem tudod, hogy miért álltál le. Na ez a vitális lényünk. Ez az a lény tulajdonképpen az emberi lényben, az a rész, amelyik ellene van a teremtőnek. Ellene van a fejlődésnek, a kibontakozásnak. Ez, amely meg akarja állítani azt, hogy mi felismerjük az igazi isteni valóságunkat. És ez a lényünk és ez a részünk mindig útjába áll a dolognak. Tulajdonképpen az élet egy harc. Egy harc az alacsonyabb és a magasabb között. Belénk jön a lény, a tökéletesség lény. És ez a tökéletesség lény szeretné az anyagot átalakítani, meghódítani és fényt hozni bele. És a sötétség rész az visszatartja, az nem akarja engedni. Na ez a problémánk nekünk, amikor mi valamit teszünk. Ez a problémánk, amikor valamibe fejlődni akarunk. Eljutunk egy bizonyos szintig, és egyszer csak rájövünk arra, hogy ez nem nekem való, én mégse vagyok erre jó, nem elég a képességem, nem elég az egész dolog, összehasonlítom magam azokkal, akik ebbe tökéletesebbek, mint én, és akkor leállok. Mikor pedig leálltam, akkor nem jutok hozzá a többhöz. A tökéletesség lény beleszületik az emberbe. Beleszületik ide belénk a lélek. És akkor a lélek a tökéletességet sugározza kifele. Na most te bármit csinálsz, legyen az egy írás, írsz, zenét szerzel, művészkedsz, vagy bármiféle, csak egyszerűen konyhán főzöd az ételt, vagy másokkal próbálsz kedves lenni, és jó lenni hozzuk, vagy bármit, amit te magadból kiengedsz, mindenhol belülről a tökéletesség sugallata indul meg. Ez a sugallat átmegy viszont a szűrőken, átmegy az értelmen, átmegy a vitális lényünken, átmegy a testen, és akkor kijön egy eredmény. És az az eredmény már nem annak felel meg, ami belül elindult. Az az eredmény csak annak tud megfelelni, amit a lényünk az ő jelenlegi fejlettségi szintjével, a fogékonysági szintjével megengedett és ki tudtunk fejezni. Mivel mi látjuk ezt a különbséget, és tudjuk, hogy milyen kéne legyen belülről, ha most én nem tudok rajzolni, semmit, de én szeretnék. Gyermekkoromtól szerettem volna. És én mindig, ha behunyom a szemem, tudok látni emberfejet, ilyen meg olyan, de amikor én papírra húzok két vonalat, akkor katasztrófa. Ez a képesség nem adatott meg nekem, hogy én ebbe az irányba menjek. Most beszéljünk olyanról, akinek valamennyire megadatott. Megrajzolja, de a végén lekritizálja. Össze is tépi, eldobja. Nem jó. És akkor van egy kudarc élményed, és ezben a kudarc élményben vidáman él a vitális lény. Vitális lény azt szereti, ha te nem vagy. Ha te nem vidám vagy. Ha te depresszióba mész, annál jobb neki, és ez érdekes módon annyira harcol az emberben lévő fény ellen, hogy ez hihetetlen. Na most, ha mi megtesszük azt, hogy mindig elfogadjuk és elégedettek vagyunk azzal, amit megtettünk, amennyi átjött rajtunk, és ezt tökéletesnek tartjuk ahhoz,
hogy mekkora jelenleg a fogékonyságunk és a fejlettségi szintünk. Ha ezt a játékot elkezdjük, akkor egy érdekes dolog történik. Abban a pillanatban, amikor megelégedsz azzal, amit alkottál, és tudod, hogy ott még van, de az nem számít. Meg vagyok elégedve, és boldog vagyok vele. És hálás vagyok érte, hogy ennyi átjött rajtam, és kijött rajtam, és rajtam keresztül meg belőlem. Ha ezt kezdjük tenni, akkor a következő dolog tud történni, és történik is. Tulajdonképpen az emberi élet erről kéne csak szóljon mindig, és minden nap, és mindenben. A megelégedésről, a háláról. És ha megelégedtél, és hálás vagy azért, amennyit tudtál adni, akkor az isteni kegy, a benned lévő Istened a kegyet megnöveli. És ahogy az megnövelődik, és több lesz neked, az bennünk emberekben képesség formájában jelenik meg. És akkor meglepődsz, puf, másképp rajzoltam. Többet tudok tenni, jobban tudom főzni az ételt, jobb a képességem bármit megcsinálni, mint eddig volt. És ez csak akkor történik, hogyha mi ezt az utat tudjuk követni. Mindig, amikor magunkat elítéljük, lekritizáltuk, a teremtésünket tulajdonképpen semmibe vesszük, akkor mindig egyet esünk. Az élet arról szól, hogy egy életen belül minél feljebb jussak. Minél inkább elő tudjam hozni a tökéletességet a lényemen keresztül, azt a tökéletességet, amely számomra adatott, amiben én jó vagyok, amiben nekem cselekednem kell. Ez érdekes módon az összes lélek, mindegy, hogy kinek a lelke, de mindjájunk lelke teljesen egyforma abból a szempontból, hogy mindjájunknak megvan potenciálisan, vagyis beleültetve magocskába mindenre a képessége. Én látok sok-sok embert, akik elkezdenek meditálni, és olyan új dolgokat hoznak ki magukból, hogy ők sem hiszik el. És ez ezért van, mert megnyílunk befele, és a bennünk lévő isteni kegy ki tudja fejezni magát, a bennünk lévő tökéletesség. Most, hogyha mi elkezdjük ezt tudatosan élni, és tudatosítani önmagunkban, hogy minden, amit én teszek, az a belső kegytől van. És azért hálások vagyunk. És nem az ítélettel foglalkozunk. Ebben az esetben tulajdonképpen elkezdtünk egy isteni életet élni a hétköznapjainkba, a minden kis problémánkba, kezdve a házi munkától, a munkahelyi munkánkig, és minden dologban egy isteni, vagyis egy beteljesítő életet kezdünk élni. Tulajdonképpen az istenkeresésnek itt van a gyakorlati lényege. Gyakorlati lényege ott van, hogy tanulj meg boldog lenni a helyzettel, ami neked jelenleg adatott. És mi ezt félrelökjük. Mi magunktól ezt eldobjuk, pontosan ezáltal, hogy a kritika erőt mindig hideg zuhanyként ráeresszük a teremtményünkre. Mindegy, hogy mit teremtesz, az nem a tied. Mert te sem vagy a tied. Te egy ki vagy. Gyakorlatilag véve a mi testi részeink, meg ez a külső összerakott játék rész, nem a lényeg. A lényeg az, aki bent vagy. A tökéletesség. Az övé a teremtmény. És amit te teremtettél, az az övé. És hogyha így nézzük a dolgot, akkor hiába kritizálod,
Isten nem fogod te tökéletesebbé tenni a kritikáddal, mert az az ő része, az ő teremtménye. És itt van a nagy hiba, ami a mi tudati hibánk, hogy mi tudatosan elítéljük magunkat, és tudatosan nem próbáljuk meg végre elhinni, hogy hé, én egy tökéletes szellemi lény vagyok. Hogy most mennyi jön át rajtam, az lényegtelen. És hidd el nekem, hogy nem az számít. Mert minél inkább ezen az úton mész, annál több és több jön át. Mert bármit is teszünk, az csak egy megvalósítás. És mint olyan, nem egy végérvényes eredmény. Mi gyorsan szeretnénk egyből tökéleteset alkotni. Vagy legalább egy év után, vagy mit tudom miután, de úgy képzeljük, hogy az kijárja, és az úgy kell legyen. Ha nem, én ügyetlen vagyok, egy semmi házi vagyok, ez vagyok, az vagyok. De ez nem így van. Mert ha ezt tesszük, akkor leállunk. De nekünk ismételni, és ismételni, és ismételni kell a teremtést. Mert ameddig nincs meg a teremtményed, addig nincs, amit tökéletesíts. És hogyha nem folyamatosan éled ezt, és tökéletesíted, akkor nem tud összejönni a megelégedés. Ha mi megtanuljuk a belső valóságot, hogy tulajdonképpen bennünk egy lény él, és az a bennünk lévő lény él és dolgozik nap mint nap, és mindegy, hogy én mit cselekszek, ő mindennek a részese. Nincs olyan, hogy ő nincs benne a játékban. Mindenben benne van. Bármit teszünk, próbálunk jobbá válni, ellenségnek megbocsátani. Nem megy, nem megy. De ha egy kicsit is tudtál tenni, egy jó szót mondtál, egy mosolyt kiengedtél, ha azért hálás vagy, akkor a kegy jön. És a kegy pedig a tudatosság az, hogy te tudod, hogy ezt ő teszi, ő akarja, hogy tegyem így, az megnyitja a kaput. És hogyha a kaput befele megnyitottad a szíved fele, akkor hihetetlen, milyen eredményeid és élményeid lesznek. Egy dolgot még hozzá kell ehhez fűznünk. Mindig, de mindig kell tudjad azt, hogy az isteni kegy feltétel nélkül dolgozik benned. Ő nem azért dolgozik benned, mert ezt akarja, vagy azt akarja, ő nem akar semmit. Ő feltétlen nélkül csak folyik, és folyik, és folyik. És hogyha te azt mindig hangosan elmondod magadnak, és tudatosítod magadba, hogy ez feltétel nélkül van, és feltétel nélkül az isteni kegy bennem dolgozik, és rajtam kinyilvánul, akkor ez a kaput kitágítja. És valójában mindig nyitva van a kapu. Tehát mi nem szabad magunkra úgy tekintsünk, mint egy tökéletlen lényre. Mi mindig elképzeljük, hogy Isten tökéletes, Isten a mindenható, Isten neki könnyű, meg így, meg mi az itt a szerencsétlenek. Ez nem a jó hozzáállás. Ez a rossz hozzáállás. Mert a bennünk lévő rész, az a vitális lény, amely szerencsétlen, amely minket lefele húz, az egy nagyon kicsi részünk. És annak az ereje nulla ahhoz képest, amit itt a kapun meg tudsz engedni, és ki tudsz magadból engedni. Tehát az isteni kegy bennünk végtelen. És ugyanúgy, ahogy Isten végtelen, az emberben benne van a végtelen. És ahogy az ember véges, az Istenben benne van a véges. Itt a kettő összekapcsolódik. Ez az egész földi játék tulajdonképpen csak arról szól, és arra megy ki az egész, és minden problémád ebből születik, és itt van. Hogy a tökéletesség ki akar jönni belőled. És te a tökéletességet ki kell engedd magadból. Ezért születtél ebbe a családba, ebbe a nemzetbe, ebbe a helyzetbe, amiben vagy. Hogy tökéletesedj.
hogy túlmenj azokon a problémákon, amiken nem tudtál életeken keresztül túlmenni. Tehát a lelki fejlődés azt jelenti, hogy a léleknek a kinyilatkoztatása itt, a mindennapokban és a mindennapi emberi életünkben, viselkedésünkben, munkánkban, meg mindenben ott van. Az élet egy állandó szertartás Istennel szembe, és hogyha ezt meg tudod jegyezni, hogy bent van Isten, és a szertartó te vagy, és te azért vagy, hogy neki em módon lehetővé tedd itt a Földön a jobb életet, az isteni életet, akkor a problémáid így tűnnek el. Nem hiszed el, hogy mennyire működik ez a dolog. Te hiszed, mert sok mindent már kipróbáltál, amit én írtam vagy mondtam, és működtek. Minden működött. De ez egy fő dolog. Ha ezt mi tudomásul vesszük, és rájövünk arra, hogy az önkritika, a saját munkánk, a saját teljesítményünk, a saját teremtményünknek a lenyomása, kritizálása egy idegen és rossz dolog, és nem az igazi lényünkhöz való, akkor nagyon hamar rájövünk arra is, hogy hoppá, én másokkal mit csinálok? Másoknál ugyanezt teszem. Másoknál azért teszem, hogy megmutassam, hogy ő milyen tökéletlen. Mert ez a vitális lény, amely minket ural, ez a félállat, ez, amely minket ural, azzal akarja megmutatni a tökéletességét, hogy másoknak feltárja a tökéletlenségét. De az nem bizonyíték arra, hogy te tökéletes vagy. Az csak a problémáknak a szülőhelye. Szülő otthona tulajdonképpen a kritizálás. És hogyha így veszed a dolgot, mindjárt másképp tudod nézni a kollégádot, aki nem képes egy bizonyos dolgot már 5 éve megcsinálni. És már nem hordod le. Azt mondod, állj meg. Neki a fogékonysági szintje a saját belső isteni lényével szemben azon a szinten van, hogy ő nem képes ezen jelenleg túllépni. Akkor már inkább részvétet, sajnálatot érzel iránta. Ha pedig szeretni is kezded, meg megdicséred, túl tud menni rajta. Mi ezt a hibát elkövetjük, nem csak kollégákkal, mi ezt a hibát elkövetjük a gyermekeinkkel. És a gyermekeinknek fölhívjuk a figyelmét a hibára. Ami őt lenyomja. Ugyanúgy, ahogy mi magunkkal bánunk a környezetünkkel. Ez szabály, ez törvény. Tehát amit belül élsz magadnak, azt adod kifele. Tehát ha ebbe az irányba változol, akkor nézd meg, hogy körülötted az emberek tehetségbe, képességbe elkezdenek nőni. És hogyha még egy olyan helyzetben vagy, hogy vezető vagy, hogy más embereket befolyásolsz, akkor csodákat tudsz tenni az embereken keresztül és az emberek által. Persze nem te teszed a csodát. Tehát bárhol is legyél ezen a folyamaton, a tökéletesség létrán, a fejlődési fokozatokon, mindegy, hogy hol vagy, egyet kell tudjál. A lényeg az, hogy az isteni kegy az, amely addig juttatott téged, és ott tart. És ott tart, és tovább akar menni. És ha tovább akar menni, akkor én a tudatosságommal ebbe kell segítsek. És az embernek a lényege pontosan a tudatosság. Mi nem vagyunk állatok, azt már tudjuk, hogy nem vagyunk állatok. Csak azt nem tudjuk, hogy istenek vagyunk. Mindjártunknak vannak dolgok, amit mi jól tudunk csinálni. És van millió ember, aki azt nem tudja olyan jól csinálni. Mit gondolsz, miért van ez? Ezek nem véletlenek. A képesség az bent van. Az Istennek a kincstárában van, és most ki van helyezve ebbe a testbe? Ki van téve ide? És én ezáltal, ezzel a képességgel,
ami nekem ideadatott, én ezt tudatosan kell használjam, és tudatosan az Istenit kell szolgáljam, hogy följebb és följebb jussak. Ha valami sikerül neked, ugye vannak, akik leírják, hogy minden sikerül, fölkeljek, aztán egyszer eltelik 2-3 hét, és föl tud kelni, és reggel meditál, és meg elmegy sportolni, és minden. És aztán elveszíti megint. Miért veszíti el? Mert nem jön rá, hogy ez honnan van. Ha rájönné, hogy ez belőled van, a tökéletes lényedtől van, az isteni kegy így jelenik meg benned, és ezt tudnád, és tudatosan kezelnéd, és hálás lennél érte, akkor ez nem szűnne meg. Én este, mikor lefekszem, én mindig azzal fekszem le, hogy nézd ide, a mai napot köszönöm, hogy befejeztük, és te reggel lásd, ahogy te akarod. És mindegy hány óra, ő reggel engem ébreszt, úgy, ahogy kell ébreszt. És ez tökéletesen működik. És hidd el, hogy ez mindenkinél működik. Mindenkinél. Csak el kell kezdjél hinni benne. Mert a hit hozza a tudást, mint ahogy mondtam. És hogyha az elején nem is tudod ezt, és gyenge a hited is, kezd el gyakorolni. Kezd el gyakorolni, és meglátod, hogy amikor megtetted, akkor a válasz téged meggyőz arról, hogy ez nem egy hit, ez egy valóság, ez egy tudás. És ez benned egyszerűen él és állandóan vár arra, hogy te már arra figyelj. Mi mindig kifele figyelünk. Mi nem figyelünk arra, hogy hé, most ez miért sikerült ennyire, mikor a múlt héten sokkal jobban sikerült. Ott a hiba csak azon van, hogy te nem engedted ki. Olyan nincs, hogy visszafele megy az ember. Olyan nincs, hogy a te belső fejlődésed, a te belső tökéletesség lényed téged lefele vezet. Ő csak fölfele vezetne. A hiba ott van, hogy nem jól értékelted ki. Mert amikor te valamit sikerrel teszel, és akkor tapsolnak, és neked hálásak az emberek, és akkor te azt elfogadod, és helyesnek tartod, itt hibáztál. Itt a fő hibánk. Amikor mi valamit megtettünk, és jön is, hogy hálás nekem, és akkor én úszok abba a megelégedésbe, ott egy nagy hibát követünk el. Aminek a visszaütője be is fog jönni elég hamar. Amikor más hálás, akkor te azt a hálát kötelező módon a kapun keresztül be kell küldd annak, akit illet. Az én hálám, az ő hálája, a te hálád, mindenkinek a hálája egyedül a legfelsőbbet illeti meg. Mindent ő rendez rajtunk keresztül. Az nem úgy van, hogy azt te csinálod meg. Ő belülről sugal, megadja a képességet, ezért meg tudod csinálni. Ha pedig ettől büszke lettél, és kasszírozod a hálát, meg a dicséretet, és nőd az egód, következőkor visszavonja a képességet. Visszavonja a lehetőséget. És akkor ott állsz, és nem tudod, mi történt. Hát ez nekem mindig jól ment, és most mi van velem, és akkor megint jön a vitális lényed, és azt mondja, hát igen, mert már 50 éves elmúltál, vagy ennyi vagy, vagy annyi vagy, mert már nem arra való vagy, már egy hitvány lettél, és akkor mész lefele, megköveted, és hallgatsz rá. A hála nem a miénk. Mi nem szabad vágyjunk a tapsra. Az nem a minket megillető dolog. Nekünk mindig az érdemet tovább kell adni annak, aki bennünk van, aki ezt a lehetőséget adta, a képességet hozzá adta. És ha ezt tesszük, akkor mindig csak növünk, és növünk, és növünk. Nézd meg az én helyzetemet. Én előadásokat tartok, minden hétvégén 2-3-at, van, hogy 4-et is, van, hogy csak 2-t. Elmegyek.
megtartom az egyik előadást, következőt. Harmadiknál már bajba vagyok, mert nem tudom, hogy ezt most mondtam ezelőtt 10 perccel, vagy a másik előadás. De a végén teljesen kiürülök. Bennem semmi sincs. Minden átment belőlem, minden kiment belőlem, és semmi sincs. És én hazamegyek, és azt mondom, Uram Isten, én elmondtam mindent. Jövő héten van 3 előadás. Én azokkal mit kezdjek? Én valahogy nem szeretem, hogy ugyanazt mondjam még egyszer, meg minden. Mit csináljak? Nekem most semmi sincs. De még mielőtt ezt kimondanám, én ugye ebbe csak magamba beszélgetek, én ezt nem mondom el senkinek, hogy vége a játéknak. Képzeld el, hazamegyek, meditálok, vagy kinyitok egy verses könyvet, vagy csak egy mondat megjelenik valahonnan, megindult minden. Megindult minden, és egyből azt mondom, hey, egy teljesen más megvilágosításba lehet megnézni azt, amit mi élünk. A spiritualitás, amiről én beszélek, ez az élet. Ez nem valami tudomány, amit meg kell tanulni, és aztán félreteszed diplomádban. Ez az élet. És ennek nincs vége. Akkor sem, ha a testnek vége van, mert ez a játék folytatódik. Tehát felfedezek valamit, akkor jövő hétre megint el vagyok látva, megint szuperül megy, akkor megint kibeszélek minden, és nincs tovább semmi. De honnan jön ez? Honnan jön az a képesség? Vagy volt már olyan, de nem egyszer, sokszor. Előadás közben beszélek, és leáll az agyam. De úgy szó szerint. És én tudom, hogy ez volt az utolsó szó, amit mondtam. Több bennem nincs, így megállok. És akkor mondok valamit, ami nem csak tanulságos, hanem meglepő. És úgy megdöbbenek, hú, ez honnan jött? Akkor ő beszél. Ezek az igazi jó dolgok. De ahhoz, hogy ezek működjenek, úgy kell viselkedni. Mert ez ugye, honnan van ez a képesség? Miért van ez a képesség? Ez a képesség azért van, mert ezt te önzetlenül teszed. Szeretetből teszed. Mi a szeretet? A szeretet önodaadás. Semmi más. Többit felejtsd el, amit hallasz róla. A szeretet nem más, mint magadot adod. És mivel ezt én adom, és nekem egy ilyen szívem van, ezért nekem ez működik. Nem várok el érte semmit, nem várok anyagi hasznot, nem várok szellemi hasznot, nem várok abszolút semmit, se tapsot, se semmit. És nézd meg, hogy ezért ez tud működni. És benned és mindenkiben ugyanígy működik. Ha te a semmit akarod, akkor a mindenhez jut hozzá. És az a minden, amit rajtam keresztül akar a legfelsőbb, itt az én Istenemen keresztül kifejezni, annak én így a részese vagyok. És ez mindjájunkra érvényes. Mindjájunkon keresztül valamit ki akar fejezni. És azért vagyunk annyira különbözőek, mert mindenki mást és mást tud előhozni, és mást tud mutatni. Isten azért annyira milliárdféle, ahány milliárd ember él. És ennek részese csak akkor lehetsz, ha te nem magadért teszed. Ha megtanulod az életet azért élni, hogy nem a te saját érdekedből, nem a te saját ragaszkodásodból és kötődésedből teszed, hanem azért teszed, mert meg akarod ölelni az emberiséget. Meg akarod ölelni az univerzumot. És magadot ezért adod. És nézd meg, hogy a kapu hogy kinyílik. A kapu úgy kinyílik, hogy az egyenesen hihetetlen és csodálatos. Ezt rengeteg ember éli, az is, aki nem tudatos benne. De megvan hozzá a szíve, megvan neki a képességei hozzá,
és előző életéből és minden, és emiatt tudja ezt élni. De mindig, amikor aztán bekavar az ego, a vitális lény, akkor az embernek jönnek a pofonok, és visszajut. Tulajdonképpen, hogyha az érdemet mindig átadjuk neki, és tudjuk, hogy azok az emberek tapsolnak, de aznak a tapshoz nekem semmi közöm nincs. Ha én nem lettem volna megérintve a mesteremen keresztül Isten által, mert a mesterem is csak egy eszköz Isten kezébe, és a mesterem megérintett, Isten megérintett, akkor én most is még a kocsmákba ülnék, a borokot innám, meg az asztal tetején táncolnék, mint annak idején szavaltuk a talpra magyart, meg énekeltük a székely himnuszt a kocsmában. Én abból az életből jövök, de hogy minden megváltozott, és belőlem valami kinyílik, és kivirágzik, ez csak tőled függ, hogy veled ez történjen, senki mástól. Itt nincs olyan, hogy pénzért meg lehet valamit venni. Itt Istent kell keressed. És azt nem a testeden kívül kell keressed, hanem magadban. Tehát mi meg kell tegyük azt, hogy az érdemet továbbadjuk annak, akit az megillet. Az elején biztos, hogy amíg az ember nagyon egóból van, és büszke a képességeire, és nem ismeri fel, hogy azok nem az övei, ahhoz neki gyakorlatilag, mint egós lénynek, mint annak a született emberi lénynek, aki 80 évet él, semmi köze nincs. Az csak annak a lénynek van köze, aki ebben a testben él, és az nem az, akit te magadról tudsz. És pontosan ez a játék benne, és ez a lényeg benne, hogy én azt kell megtaláljam, azt kell feltaláljam. Én emlékszem, ezelőtt 30 éve, ha nekem valaki mondta volna, hogy hol van Isten, és valaki azt mondta volna, nézi, de itt van, és magába mutat, akkor azt mondtam volna, hét baj van a gyerekkel. Én máma pedig így érzek. Na persze a pszichiáternél ezt nem teszem meg, és nem is ajánlom, hogy megtegyed, vagy így beszélges, de ez a belső valóság. És ez az, amiért minden folyik, és ez, amiről egyvégbe beszélünk. Hogy a mosoly, hogy a kedvesség, hogy a szeretet, hogy az odaadás, hogy az önátadás, hogy ezek a dolgok létrejöjjenek, ezek tulajdonképpen nem valaki iránt jönnek létre, saját énedben szemben történik meg. A saját belső magasabb éned, az igazi éned, akiből, akit most nem tudsz élni, mert még nincs meg hozzá a feltétel, mert annyira lehúznak még ezek az erők. De amikor ezt elértük, akkor fog ez valójában működni. Az ember egója nő a hálától, mint ahogy mondtam. És ez a probléma. Ezért, ha érzed, hogy valaki neked hálás, valaki nem hogy elvárjad, hogy hálás legyen, mert az a legnagyobb baj, amit mi élünk. Hát én őt felneveltem, hát hálás kell nekem legyen. Vagy neki ezt tettem, vagy azt tettem, legyen hálás. Az egy síralom. Az a szenvedésnek a táptalaja. Attól csak az életed mindig keserű lesz. De ha magától hálás neked, azzal is úgy kell bánni, mint egy tüzes vassal. Nem melengesd és dédelgesd. Dobd el, és nyújj hozzá. Ez nem az enyém. A hálától mindig rosszul jársz. Egyetlen, aki a hálát kell, fogadja, és helyes, hogy fogadja, az Isten. És ha valakinek hálás vagy, akkor te is már eleve magadból úgy légy hálás az illetőnek, hogy a benne lévő magasabb énjének leszel hálás.
és nézd meg, hogy az az ember másképp fog viselkedni, és te másképp érzed magad. Mi mindenféle emberi kapcsolatunkban, legyen a szülő, gyermek, barát, kollega, bármi, ellenség, barát, mindegy mi mindig bele kellene tekintsünk abba a részbe, ami a másikba el van rejtve. És ne csak azt nézzük, ami kívülről látszik. A támadó, negatív, agresszív, vitális lényét, vagy ilyesmit. Isten mindkénkünket valamire kiválasztott eszköznek. És ezt mi ki kell találjuk, hogy működik. És tudd meg, hogy ennél nagyobb titok a Földön nincs, mint hogy az ember az Isten. És ennél magasabbra nem lehet jutni. És hogyha ezt az egy titkot tudod, és ha ezt az egy titkot elkezded hinni, és magadba követni, akkor nem csak, hogy boldog leszel, hanem mindent megértesz. Megérted az egész életed, hogy ki miért ilyen, ki miért olyan, ki miért gonosz, ki miért jó, ki miért kedves, vagy rossz. Az teljesen minden kinyílik, és olyan csodálatos lesz, hogy azt el nem tudod képzelni. Nekünk állandóan egy tudatos életet kellene élnünk. Cselekvésünkben tudatosak kellene legyünk. És miközben cselekedsz, mindig magadba kellene tudatosan maradj. Ne menj bele a cselekvésbe sem, akkor stresszbe kerülsz. Akkor mindig rossz helyzetben vagy. Az a vitális lényed ismét. Tarts egy távolságot a cselekedettől. És érezd magadba a cselekvés közben a nagy csendet. Ha csendben vagy, meditálsz, érezd magadba a dinamizmust. Ne meditálj soha úgy, hogy beenged a letargiát és a lustaságot a testbe. Lehet úgy meditálni, hogy egy végben dinamikus vagy. És ahogy egy végben dinamikus vagy, azt érezzed, hogy egy hatalmas, robbanó energia van bennem. A vitális lénynek egy csodálatos ereje van, a dinamizmus. Annélkül megvonnánk halva. Ez az állatvilágban jelenik meg az evolúció során, és ezért a vitális lény nem lehet elítélni egyből, hogy abban csak rossz van. A sötét vitális lény, amely még nincsen átalakítva, megvilágosulva, az ugye mar minket, és mi másokat marunk, mások meg visszamarnak, és mindig ő kezdte. Vagy azzal, hogy visszaütött, világos. Nekünk a fő célunk Istennel a mi fejlődési szintünknek megfelelően egy kapcsolatot kialakítani, egy imádatot. Az imádat Isten iránt a legmagasabb formájában az, amit a jógi megvalósít. Amit mi emberek képesek vagyunk megvalósítani, hogy rájövünk, hogy ő bennem van. És én ő a tudatos eszközévé válok, ahol mindent egyszerre tudok, őt és magamot. Nem többé külön. Ez a legmagasabb formája az egység. Ez alatt van a meditáció. A meditáció az, amikor Istent magamban tudom érezni. Ez alatt van az imádkozás. Az imádkozás egy Istennel való kommunikáció, az imádatnak az a foka, amikor úgy látom, hogy ő ott van, és én itt vagyok. Ha imádkozol, az jó. Ha tudsz imádkozni őszintén, dinamikusan, erősen, az többet ér, mintha csak úgy elmeditálgatsz, meg ellustulsz közben. De az imádkozás soha se tedd azért, hogy a vágyaidot teljesítse. Ha a vágyaidért imádkozol, akkor elásod magad. Mert megtörténhet, hogy Isten teljesíti őket. Azt mondta a gurum, hogy akiről Isten levette a kezét, annak minden vágyát teljesíti. Úgyhogy jobb lesz ezt a répést kihagyni. Az imádatnak a legalacsonyabb foka,
És ebből láthatod tulajdonképpen, hogy az egész élet csak Istenről szól, meg Isten keresés. Az imádat legalacsonyabb foga Istennel szembe az anyagi tárgyaknak az imádata. Az anyagi tárgyak imádata tulajdonképpen egy Isten iránti imádat, csak nagyon lefele megy. Még lent van. De bennünk lévő mindenféle imádat, meg sóvárgás, az mind-mind a belső lény sugallata, amit mi olyan formára tudunk kihozni magunknak, amilyenre képesek vagyunk. Egy törekvő ember, aki csak a pénzt hajtja és dolgozik, és naponta 12-14 órát dolgozik, és hajt, ő tulajdonképpen Isten után hajt. Csak neki fogalma nincs. Ő még azokban a tárgyakban, meg a pénzszámolásban néz Istent. De ez már egy nagy törekvés. Ez sokkal előbbre való, mint aki lustán elüldögél, hogy a sült galamb a szájába repüljön. Tehát isteni szempontból nézve egy magasabb síkon van. De már az anyagi tárgyaknak az imádata, úgyhogy ha szép cülőt veszel, tudjad, hogy Isten szeret. Jó vigasz. Tehát nekünk meg kell választanunk azt a formát, amelyik nekünk talál, amelyik a mi szívünket megérinti, és amelyet mi el tudunk fogadni. És hogyha elindulunk mindegy milyen szinten, végül is mindent Isten teremt. Azért a szép cipője is neki lehetsz hálás. És ha neki kezdesz a szép cipői hálás lenni, akkor segít, hogy egy lépcsőt feljebb menjél. Mindig, mikor Isten megszólítod, akkor megkapod a választ. És az a válasz mindig fejlődésben, örömben és terjedésben végződik. És azt hoz magával. Tulajdonképpen, hogy egy isteni életet éljünk, ahhoz nekünk meg kell valamit teremtenünk. És valahhoz el kell jutnunk ahhoz, hogy egy bizonyos fokú békét tudjunk élvezni a lényünkbe. Ezt a békét érezzük a testünkben, a vitális lényünkben, az értelmünkben, a szívünkben, mindenhol. És ez a béke ma egy nagy hiányzik. Mert az dínye úgy fel van pörgetve, meg a vitális lény úgy fel van bíztatva, hogy csak a vágyak, az igaziak, meg azok tudnak neked szépet adni, minél több cuccod van, minél márkásabb, és így tovább, és minél több információ bemegy, annál jobb. Ezen keresztül a békénk az nagyon-nagyon hadilábon áll. És akkor jönnek az aggodalmak, és a félelmek, és az aggodalmak és a félelmek, azok mindig itt vannak. De az teljesen szabad akarattól függ, hogy te azt elfogadod, vagy nem fogadod el. Te belemész abba, vagy befele kapod nyitsz, és azt mondod, Uram, lássad, ezt a helyzetet adtad, old meg, ahogy te jónak látod. Én nem fogom lerágni a körmeimet, hanem rág le a te körmeidet, neked nem kell. Mi a béke? Látod, a béke is végső soron, és legmélyebb forrásából nem más, mint az isteni akarat elfogadása. Nézd meg, bármi, ami a te békédet elveszi, az a múlttal kapcsolódik össze. És te a múlt miatt nem tudsz békés lenni. És a múltad miatt kezded az aggódást a jövőbe, és így tovább. Az pedig megtörtént, és meg kellett történjen, és úgy kellett megtörténje most, hogy a másik tökéletlensége volt-e az eszköz erre, vagy sem. Vagy a tied, az mellékes. Valaki megtette. És ha megtette, akkor meg kellett történjen. És ez az abszolút békének az első lépcsője. El kell fogadd a helyzetet, amibe kerültél. És ha a helyzetet elfogadtad, amiben kerültél,
csak akkor tudsz belőle kinőni, akkor tudod a helyzetet átalakítani, akkor fogsz rájönni, hogy a probléma azért van, mert egy lehetőséget hordoz magával. Az a lehetőség pedig az, hogy te többé válsz. Belőle több omlik ki. A belső istenedet jobban ki tudod bontani azáltal, ha most elszakítottak neked egy kötődést. És azt minél hamarabb elfogadod, annál hamarabb mentél ki, és annál hamarabb lett tágasabb az életed. Minél jobban benne maradsz és síratod, annál rosszabb helyzetbe viszed magadot. És ez semmi máson nem múlik. Szabad akaraton. Nekünk ez megadatott. És a szabad akaratunkat nem arra használjuk, hogy tudatilag nőjünk, hanem odaadjuk ennek a sötétebb, vitális lényünknek, mert élvezzük, hogyha mi búsulunk, mások vigasztalnak. Ha mi szomorúak vagyunk, akkor jó helyzetbe kerülünk. Gyermekkorunkban is megtanultuk, ha beteg vagy, ha szenvedsz, akkor az anyuka, mindenki körülötted milyen jó. Én minden hónapban beteg voltam gyermekkoromban. De az nekem abszolút nem volt probléma, egyből belázasodtam, maradtam az ágyba. Anyám rájött egy pár év után, de azt mondja, lássam csak a házi feladatodat. Megnézte, nem volt kéz a házi feladat, no marsd ki az ágyból, láz ide, láz oda, egyből elmúlt a lázam, mentem a suliba. Gyerekben nagyon működik ez, hogy tudja a tudatalattival produkálni az egész dolgot, mert csak egy vágyat elindít, és ő már teremt. Mi felnőttek erre, ezt a képességet elveszítjük. Mi, ha lázasok vagyunk, tényleg attól van, hogy valaki belénk tört, ezek a bacik vagy a vírusok. De a gyereknél ez abszolút nem volt probléma. Mi megtanuljuk. És ezért elkezdjük önmagunkat sajnálni. És az önsajnálattal mész lefele. És minél jobban sajnálod magad, annál jobban elválasztod magadot a magasabb énettől. Annál jobban beszűkül a tudatod, és egy szűk ketrecbe kell éljen. Ez egy nehéz helyzet. Ezt nem szabad mi magunknak megengedjük. Mikor nekünk ott van a kapu, a szívünk, és az olyan egyszerű. Ha nem működik, vegyed ezeket a vezetéses meditációkat, az internetről ingyen letöltheted, MP3-ba, hallgassad, és kezdjed megtanulni a szívedet kinyitani. Ha megtanultad egy kicsit is kinyitani, onnan jön minden. Onnan már az jön, aki te vagy. Nem az, akit megtanultál élni. Hogy amit elvárnak tőled, meg amit te elvársz mástól, hogy azokat te teljesítsed, és az egész életedet erre adod rá, a semmire, a nullára, amit halálkor mindig kell hagyjál. És minél több ilyen van, annál jobban fáj a halál. A halállal ki kell tolni. Nem kapjunk semmit, mikor elmész. Ha minden kötődésedet leadtad, tőlem jöhet. Akár ebben a pillanatban hallhatok. Én nem könyörgök még egy percésre többet. Nekem nincs, ami ide köt. Mert én nem kötődök semmihez. És ez egy csodálatos érzés. A szabadság nem azon múlik, hogy van egy útleveled és pénzed. A szabadság azon múlik, hogy mennyire vagy kötetlen. Mondjuk nekem az elég sok cuccom van, ki kéne üresítsem a házamot, a szörnyű van. Eszembe jutott a barátom magadon, hogy egy kofferrel el tud költözni akármelyik nap. Irigylésem értő. De itt most nem ezekről a kötődésekről beszélünk, mert az anyagit ott lehet hagyni, hogyha megvan hozzá a szabad érzésed, hanem ehhez, amitől mi szenvedünk, hogy a gyerek ilyen, hogy a velem ezt mondták, meg így bántak, meg amúgy bántak. Úgyhogy az élet két dologról szól. Az egyik dolog az, hogy megtaláld a helyedet a világban, hogy a szolgálatodat fogadják,
hogy azért téged szolgáljon a közösség, tehát meg tudjunk élni. De a másik fő dolog, amit mi teljesen elhanyagolunk, az, hogy mi a önmagunkat le kell győzzük. És most, hogy önmagunk legyőzése, teljesen világos ez a pár mondat után, hogy nem más, mint a te saját vitális lényednek az alacsonyabb részei, akit le kell győzzél. Akiben az agresszió van, akiben a kritika van, akiben a ragaszkodások vannak, és így tovább. És hogyha mi az életünknek ezt a részét nem veszük komolyan, a saját nem csak a világba a helyünket megtalálni, hanem önmagunkkal szembe a helyünket megtalálni, és önmagunkat legyőzni, akkor egyik a másik nélkül nullát ér. Lehet neked milliárd vagyonod, és lehetsz a világ leggazdagabbja. Ha a gyengeségeid visznek, akkor szenvedsz. És az mindegy, hogy te ki vagy. És lehetsz nagy sztár, lehetsz híresség, lehetsz bármi. Ha nincs meg a belső erőd, ha nincs meg az, aki igazából vagy, és nem tudod azt kiengedni, akkor megvannak a problémáink.